mindenkit, a kedves szülőket, hozzátartozókat, és az elsősöket, másodikosokat, harmadikosokat és negyedikeseket, illetve a kedves kollégáimat. A Zene Világnapját ünnepeljük ma, pontosan ma, október 1-én. 1975-ben javasolta a Yehudi Menuhin világhírű hegedű művész, hogy a zenének is legyen világnapja. Akkor ő volt az UNESCO elnöke, és az ő javaslatára azóta is ünnepeljük a zenét. Ő azt szerette volna, ez volt az álma, hogy ezen a napon, vagy a környékbeli napokon minél többet énekeljenek és zenéljenek az emberek, hogy ezzel ünnepeljék a muzsikát. És mi itt a Nádasdy iskolában, az alsó tagozatban ezt meg is tesszük minden évben. No, hát az elsősökkel kezdünk, a legkisebbekkel, még csak egy hónapja járnak iskolába. Egy kis egyveleggel készültünk, van olyan dal és mondok, amit minden elsősnek megtanítok, és akkor van, amit meg kicsit más. Szóval ebben lesz Nippi gyermekjáték, mondóka, Grigus dal, ez egy ilyen csalabádé. Most az elsősök műsora.
gyerekek a másodikosok. Második A és második B osztály műsora következik. Egyszer egy időben magyar népdal. Majd a második A énekli az anyám, édesanyám. Második B, gyertek lányok Ligetre kezdeti népdalokat. Ezután két Villus Vilmus dal lesz. Az őszi falevér és a mókus mókus mit csinálsz? Ások és a bések. És a végén együtt fogják énekelni a Szüret című dalt, ami egy magyar népdal, de Rossz Erdős Vörös Sándor írt rá egy kedves kis őszi szövege. Zongorán kísér mostantól fogva, Patke Márta tanárnő, a zongora tanszakvezető, és mindig ő kísér bennünket. Egyszer egy időben, Szilai Erdőben, szarkát melegedre, szarka papírek hallotta, szúnyog lábát kirántotta, nézi, mint a csík, lába megcsúszik. Egy tartóba beleesik, sácsaitól messze esik, ó, békú, nagy tartó.
harmadikra és harmadik D-osztály. Először Donászi Magda Karai József Erdők mélyét című összítalát énekünk, majd magyar népdalok csendülnek fel. A harmadik K-osztály énekli a Kolozsváros olyan város, majd a harmadik B a Ha felmegyek a Budai Nagyhegyre kezdett népdal. Ezt követően a harmadik K adja elő a Távori Konyha című dal, mely egy magyar népdal, de Vörös Sándor hozzá szövege. A nyári kórustáborban tanultuk, és a harmadikából két kislány is ott volt, és akkor velük együtt megtanítottuk az osztálynak is. Ezután a harmadik B-osztály majd elmegy a piacra, és utána együtt énekik a Hulya színűban állva kezdetünk, szintén magyar népdal.
Kóborné Tamási Kinga tanárnő tanítja énekre, ő vezeti a műsorunkat. Itt is lesznek magyar népdalok, Sárgó már a fügefa levele és Béres legény, majd az örömódát fogják kezdeni. Sárgó!